A 2015-ös évet lesznai emlékévnek nyilvánította a 60-i lesznai iskola. A jubileumi év megszervezésében segített a város önkormányzata és a 60-i Lajos Múzeum is, így idén számos programmal készülnek, amelyek mind Lesznai Annáról szólnak majd. Ez a mai az első nyitó rendezvény, hiszen lesznai évet szeretnénk, és a programokat áttekintve, látva azt a színességnek csak a töredékét, ha visszabírjuk adni, amit ránk hagyott Lesznai Anna, akkor már nagyon büszkék lehetünk arra, amit teszünk és ahogy dolgozunk. Ványi Lászlóné, a lesznai iskola igazgatója azt mondja, kiemelten fontos nekik, hogy a gyerekeknek is megmutassák az értékeket, így az intézmény névadójának munkásságát is. Művészeti iskolában tanított, tehát kollégánk volt. A fogalom klasszikus értelmében is, de ránk hagyott irodalmi és képzőművészeti alkotásaival most is tanít. És életszemléletével példát mutat nekünk, ma élő embereknek. A 60-i Lajos Múzeum igazgatója, Ferenc Beatrix hangsúlyozta, szeretnék továbbra is kiemelten kezelni a magyar költő és iparművész hagyatékát. Lesznai Anna tárgyi és szellemi hagyatékának őrzése és ápolása kiemelten fontos a 60-iak számára. Éppen ezért azt gondolom, jogosan lehetünk büszkék arra, és kötelességünk is megőrizni és megmutatni ezt az emléket, és ezt október 3-a óta meg is tekinthetik az állandó kiállításban. Szeretnénk a jövőben ezt az örökséget tovább gondozni, és a jövő nemzedéke számára átadni. A nyitó rendezvényen a diákok előadták a Kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban című Lesznai Anna mesét. Majd az iskola által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése következett, ahol 20 tanuló kapott emléklapot, és díjazták az első 3 helyezettet is. Az alkotások jelentősége abban rejlik, hogy mind lesznai motivumok alapján készültek, különböző technikákkal.